Itt folytatódik majd a tervek szerint az M3-as autópálya. Jelenleg Vásárosnaményig tart a sztráda, a településen áthaladva tudnak most eljutni a magyar-ukrán határig az autósok és a kamionforgalom is. A városnak korábban is voltak már tervei egy nyugati elkerülő építésére, most azonban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleménye szerint az M3-ost folytatják tovább. Eddig is örültünk, hiszen mi voltunk a végpont, de ugye a végpont azt jelentette, hogy elért minket az M3-as autópálya. Az, hogy tovább folytatódik, ez óriási örömhír számunkra, hiszen itt mi rendre a várost elkerülő körforgalmakkal, az elkerülő utakkal voltunk elfoglalva, és ennek érdekében tettünk különböző lépéseket, így tervezést készítettünk a nyugati elkerülőre. Ugyanakkor ez az autópálya továbbvitele ezt föl is írja, hiszen tőlünk 2-3 kilométerre lett volna az elkerülőút, itt pedig mellettünk pár száz méterre az M3-as folytatódik. Vásárosnamény és Beregdarúc között kétszer egysávos gyorsforgalmi utat építenek majd, jelenleg az előkészítési munkák zajlanak. Ilyen például a szükséges engedélyek és területek megszerzése, a kivitelezési közbeszerzési dokumentáció készítése és a régészeti feltárások. A mostani tervek szerint a beruházás majd 2021-ben kezdődhet el. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tervek kétszer kétsávos útra íródtak, de azt is látjuk, hogy most kétszer egy sáv valósulhat meg. A lényeg szempontjából ez mindegy. Az a fontos, hogy az autópálya tovább indul, tovább halad, hiszen ezzel óriási terhet vesz le egyrészt Vásárosnaményről, másrészt pedig megvalósul az, hogy a M3-as autópálya eléri az országhatárt Beregdarúc magasságában. Vásárosnamény gazdasági életére és mindennapjaira hatással volt az autópálya. Ezt egy-két év távlatából is kijelenthetem, de látjuk azt, hogy 3-4-5 éven belül pedig nagyon komoly gazdasági előrelépésben lehet része a városnak. A tervek szerint a kivitelezési idő 30 hónap. Ezt befolyásolja az új Tisza híd építése, illetve az országhatárt keresztező fejlesztések miatt a szomszédos ország, Ukrajna egyetértésére és támogatására is szükség lesz a gördülékeny munkához.